Sziasztok! Mi vagyunk az UFF-os csajok! Tudjátok, UFF, azaz unokáink is főzni fogják. Ahogy megszokhattátok, küldhettek be képet a hűtőtökről, és mi abból főzünk. No de, most jön az igazi csavar, mostantól minden hónapban egyszer egy ismert ember hűtőjéből gazdálkodunk okosan. Ma az a megtiszteltetés ért minket, hogy a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Kis Gergő hűtőjét vesszük szemügyre. Gergő tanácsára a következő alapanyagokat fogjuk használni a hűtőből. Sonka, tojás, sajt és tejszín. Kell hozzá még egy kis fokhagyma és tészta, és kész is a carbonara spagetti. Ahogy Gergő mondaná, alföldi carbonara! Első lépésként forraltunk vizet egy kis sóval és olajjal, ebbe öntjük a spagettit és jól megfőzzük. Al dente-re, ami azt jelenti, hogy éppen roppanós, ezen a tésztán rajta is van, hogy 8-10 perc szükségeltetik ehhez, addig én pedig fel fogom aprítani kis kockákra ezt az incsi-fincsi házi sonkát, ha előbb meg nem eszem. A tésztánk megfőtt, úgyhogy leszűrtük. Én pedig a felaprított sonkát olívaolajon megpirítom ebben a wokban. Hip-hop, jön wok! Bravo, nem baj, majd értesítjük. Addig, amíg ő süti a sonkát, addig most az olaszok biztos fogják a fejüket, de tejszínt, sajtot és a tojássárgákat összekeverem. És kell bele még fokhagyma is, attól lesz igazán ufos. Így van. A szószba rakunk egy kis sót és borsot, de a sóval csinyán bánunk, hiszen a sonka már eleve sós. Jöhet is a tészta, aztán pedig a szósz. Hoppá! Összekeverjük még a szósszal, egy kicsit összerottyantjuk. Tészta hozzákerült a sonkához, most már csak a szószt kell ráönteni, aztán összerottyantjuk és tálalunk. Addig pedig hallgassuk meg, hogy a fiúk mit írtak Gergőnek. Háromszoros hip-hip hurrá, a sport tette őt igazi hurrá. Bece neve Herkules, a medencében szemfüles. Kedveli az olasz kaját, kap tőlünk egy karbonarát. Éljen soká Kis Gergő, aki olyan nagy, mint a hűtő. Gyönyörűséges volt, szerintem a Gergő is megimádta. Közben az étel is elkészült, ami olyan finom lett, hogy unokáink is főzni fogják. Képzeljétek, én csak a Gergő miatt festettem kékre a hajam, hogy a medencében érezhessem magam. Ti pedig, ha nem tudtátok követni a receptet, akkor megtaláljátok a videónk alatt a live.hu-n. Ahogy más érdekességeket is, és ne felejtsetek el hűtős képeket küldözgetni nekünk. Az infokukat ufblog.hu e-mail címre. Sziasztok! Yeah.